Nem csak informálódni jöttek a bátaszéki gazdák arra a fórumra, amit minden évben megtart a település vezetése. A gazdálkodók tavaly is és idén is hozzájárultak a külterületi utak felújításához. Bátaszéken az önkormányzattal együtt fejlesztik az utakat, hogy könnyebben megközelíthetővé váljanak a földek. Bozsolik Róbert, bátaszék polgármestere azt mondja, tavaly 1,5 millió forintot fizettek be a gazdák az alapba, amit azonban nem költöttek el. Így idén összesen 4 millió forint jut erre a célra. Talán megyében egyedülálló módon mi egy olyan kezdeményezést fogadtunk a 2018-ban, amiben bevontuk a bátaszéki gazdákat is, hogy próbáljuk meg közös költségvállalással azokat a külterületi, elsősorban frekventált utaknak a karbantartását megoldani, amelyek egyrészt a város számára is fontosak, meg természetesen a mezőgazdasági vállalkozók számára is. A tavalyi esztendő ugye egy kicsit megcsúszott, hiszen március végére tudtuk gyakorlatilag nyílbe ütni ezt a megállapodást. Ettől függetlenül a gazdák igen aktívan vettek részt, mert mintegy 1,5 millió forintot fizettek be ebbe az alapba, de ezt nem tudtuk 2018-ban már elkölteni, így áthoztak a gazdák mintegy 700 000 forintnyi keretösszeget, ami 2019-ben. Ennek megfelelően durván az ő felhasznált 700 000-ükből mi is hozzáraktunk ekkor összeget, és ezért gyakorlatilag Bátaszéken a Vörösmarty utca folytatásában lévő külterületi szilárd burkolat került egy kicsit felújításra, kátyúzásra, javításra. Ebben az esztendőben bízva abba, hogy esetleg a gazdák ugyanebben a mértékben hozzájárulnak, plusz amit áthoztak maradványt, egy nagyobb mértékű felújítást lehetne végezni. Arra fogunk javaslatot tenni, hogy a Bonyhádi út és a úgynevezett kakastanya közötti átkötő szilárdburkolati útnak a kátyúzását, javítását végezzük el majd ebből az összegből. A fórumon a mezőgazdasági vállalkozások hitelezési kedvéről és a számukra kínált pénzügyi lehetőségekről is szó volt. Kelendőek voltak, mert a mezőgazdaság folyamatosan fejleszt, és a földvásárlásnak mindig aktualitása van, és erre van egy saját konstrukciónk, a birtokfejlesztési hitel, ami akár a megvásárlandó föld 100%-áig igénybe vehető, ez egy igen kedvelt konstrukció, és az Agrárszécsényi kártya a másik területen, ami a likviditás és a forgóeszköz igényeket hivatott kielégíteni, ennek az összege 50 millióról 100 millióra emelkedett. Ez szintén nagy segítség a mezőgazdasági vállalkozások körében, hiszen ez a hitelfajta az, ami számlával nem kötelező elszámolni, hanem szinte szabad felhasználású hitelként kezelhető, valamint a vidékfejlesztési program keretében megnyert támogatásokra egy komplex programot dolgoztunk ki, ami a garanciától a támogatás megelőlegezésen a beruházási hitelen és az ehhez tartozó forgóeszközhitel igényeket is ki tudja elégíteni. Az idei évben jelent meg az NHP fix hitelprogram, ami a mezőgazdaság részére is igénybe vehető, ez beruházási hitel új és használt tárgyi eszközök vásárlására lehet igénybe venni, 10 éves futamidővel fix 2,5%-os kamattal. Azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amit érdemes és ki kell használni a vállalkozások területén, és kiemelten a mezőgazdaságok is tudják használni. Új szabályok mentén lehet a földeket adni-venni a januárban életbe lépett törvény értelmében. Vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke adott tájékoztatást a bátaszéki gazdáknak az új szabályozásról. Nagyon széles az a társadalmi kör, ami tulajdonképpen a földadásvételeket véleményezi az Agrárkamara berkein belül. Országosan 12 ezer fő foglalkozik vele, és Tolna megyében a települési agrárgazdasági bizottságok, akik a véleményt megfogalmazzák a helyi érdekek érvényesítése mentén, 598 fő, tehát majdnem 600 fő az, aki nálunk foglalkozik földforgalmi ügyekkel. Vendég Edit kifejtette, a kamara területi szervei azt nézik, átláthatóak-e a birtokviszonyok, a vásárlással érvényesülnek-e a helyi gazdálkodói közösség érdekei, valamint hogy a vevőnek és családtagjainak mennyi földjük van a környéken. Ha valamit nem találnak rendben, megtagadhatják az újabb földvásárlását. Az Agrárkamarának az a feladata, hogy földforgalmi ügyekben, tehát az adásvételek kapcsán, a haszonvédetek azok nem tartoznak még ez alá az eljárás alá, olyan véleményt mondjanak, ami a helyi gazdálkodóknak az érdekeit képviseli. Tehát
igazság szerint egy kis szubjektív szempont a törvénynek az objektív paragrafusai mellett. Ennek tulajdonképpen az volt a célja, amikor a földforgalmi törvényt létrehozták, hogy magyar kézben tartsák a termőföldet, a spekulatív földvásárlások ki legyen szűrve, és a helyi gazdálkodók legyenek tulajdonképpen előnybe helyezve. Fellebbezni lehet a kamara döntése ellen, a bíróság ugyanakkor nem változtathatja meg az agrárkamara döntését, ehelyett csak azt mondhatja, hogy kezdődjön előről a teljes folyamat. A Magyarországi Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége úgy fogalmazott, alkotmánysértő a földtörvény azon része, amely szerint a kamara családtagok személyes és vagyoni adatait is bekérheti. Úgy vélik, ez visszaélésekre adhat lehetőséget.